Sziasztok! Én zeneszerző vagyok, és ez itt a harmadik heti Liga videója. Ezen a héten a Balanced World térképen fogunk játszani, ami Debre térképe, azért, mert a múlt héten, ahhoz képest, amikor ez a videó kijön, publikáltam a geoprofilozás videóimat Debrével, úgyhogy ezt megünnepelve a Balanced world fogunk játszani. Úgyis két hónap múlva ez a térkép felújításra kerül, tehát lehet, hogy jó per helyszín, amit most kapunk, már nem lesz rajta a térképen négy darab no move és négy darab NMPC szidet fogunk játszani. Sok sikert mindenkinek! Oké, okay, az első helyszínünk usának tűnik. Viszont, hogy azon belül hol lehet, hát erről nekem ötletem sincs. Lehet, hogy Kanada amúgy azzal a fehérházzal. Lehet, hogy Nova Scotia. Lehet. Aha, oké, okay, jó, ez egy jó váltás volt. második kör. Ha. Óriási szélerőművek, de faoszlopok, nagy hegyek. A tábláról nekem Magyarország jutott eszembe, de lehet, hogy csak török. Nem tudom, Magyarországot rakok itt. Az egy jó hely arra, amire tudok gondolni ezen a környéken. Olasz. Hmm. Jó, nagyon szép zöld volt ez a hely. Érdekes egy felvétel. Harmadik kör. Itt nem értem, milyen Google-autó akar az lenni. Ez lesz az, amikor rossz kontinens megyek, mert itt Afrikát vennék legszívesebben. Gána jutott eszembe, Kenya. De elképzelhető, hogy csak simán Brazíliát kell rakni, nem tudom. kenyát rakok, még az autó hiányában is. Ó, oh, Kolumbia volt. Oké. Okay. Na, van egy könnyebb. Ez nekem elsőre rögtön Argentinának tűnt, esetleg Uruguaynak. Lehet, hogy Uruguay itt a legjobb tridentes talán az az oszlop. Szóval azt szerintem uruguay fogok itt tippelni. A felhős coverage megvan, szerintem ez az út, ez jó, ez az út szín. És nincsen fekete autó, de az nem kötelezi, hogy legyen Uruguayban. Oké, okay. majdnem a jó úton. És végül az utolsó kör. Azt a itt. Ez egy gyönyörű helyszín. Norvégia, Svédország, Finnország, ez a három lehet szerintem. És a Gen 2 miatt én ezt nem igazán tudom megmondani, hogy melyik a legvalószínűbb. Úgyhogy lerakom ide a norvég-svéd határa, valahova Északra valahova ide mondjuk. Oké, okay, svéd volt csak. Jó. Ez a térkép annyira nehéz, hogy egy kontinens tévesztéssel én már elégedett leszek. 16.098 pont. Szerintem egy pompás kezdet. Pompás. Én ennél többet tényleg nem várok magamtól. A második szídünk szintén még a 30 másodperces beállítással lesz, és utána egyre kevesebb idő áll majd rendelkezésre. Oh, wow. Uh, what? Kínai karakterek. Ott is kínai karakterek, micsoda? Úristen, uh, nem tudom mi ez. Ez a legfurább hely, amit valaha láttam. Oké, okay, Macau. Igen, a Gen 2-vel teljesen jogos Macau. A Gen 2-vel jó. Ezt elfelejtettem. Valahogy mindig megfeledkezem erről a helyről. Az is feltűnt, hogy balon megyünk, tehát nem lehetett hogy Taiwan. De bepánikoltam, és igazából nem volt más ötletem. Hongkong meg nem lehetett, nem nézett ki úgy, mint Hongkong. Jó, második kör. A vannak, kereszt van. Nekem ez nagyon magyarnak tűnik, ez rossz ötlet. Valamilyen Duna híd. Elég észak déli is a folyó. Vá, wow, orosz volt, oké. Okay. Eléggé dél-orosz. Nem baj, inkább rakok több Magyarországot és rontom el, mint hogy ne rakjak Magyarországot, és aztán az legyen. Atya úristen, micsoda hegy! Atya úristen. Hát ez úgy néz ki, mint a Roraimai fensík. De ez nem hiszem, hogy Brazília. Ugye? Ezért meg tippeljem, de ez mi az Gen4, Nem lehet az. Nem, spanyol rakok inkább. Fekete-fehér sevronok voltak. Oké, okay, észak-spanyol, csak bilbao van ez a formáció. Elképesztő volt. Micsoda találat volt ez Debréton, gyönyörű. Most van egy fekete Google autónk. Talán Argentinát kell itt rakni, ezek a házak amúgy nem tűnnek amerikainak, vagy nem tudom. De hát, gondolom, hogy Argentina lesz. Valahol nagyon délen. Oké, okay, nice. Condor nevű település volt. Lássuk az ötödik helyszínt, ami egy ilyen spéci Google autó. Az egy perui Oszlop. Szóval gondolom Perut kell rakni. És az hivatalos Google coverage, ez nagyon vicces. Nem tudom, hogy hol van Perúban ilyen dzsungel, gondolom az Andokon túl. Tehát valahova ide rakom ezt. És remélem, hogy nem bait az a perúi oszlop. Oké. Okay. Egészen már a bolíviai határnál ezen a 30-as C úton mentünk. Érdekes, nem láttam még ezt a coverage de de tök jó volt. Tetszett ez a seed, itt is 16.841 pontot értem el, ami teljesen jó. A legnagyobb tévedésem ez az orosz kör volt, ahol nem igazán tudtam, hogy mi van. Nekem magyarnak tűnt az is. Úgyhogy elégedett vagyok. Következő szédünk még mindig no-move, de már csak 20 másodperc. Ki van egy fehér Google autónk. Hát a nap nem tudom, hogy merre van. Ez lehet Chile. Lehet, hogy Csilét rakok itt. De lehet, hogy csak simán Európa. Vagy Mexikó. Nem tudom, van -e fehér autó. Ha vagy csak Kolumbia, ami eszembe se jutott. Oké. Okay. Szerintem ez lehetetlen kör. Ú, micsoda totem oszlop. Nincs eu rendszám. Hát pedig... Hát pedig akkor mi ez? Mex Mexikó? De nem jó, hosszú rendszám van, nem? Á, nem látszik igazán. Csak spanyol, én átmegyek spanyolra. Aha, spanyol volt. Jó volt ez a váltás most, már ez a második jó váltásom van, ö, volt ebben a játékban. Pici rendszámok vannak. CDM t írva. És ez elég egyértelmű, majdnem 5K. Isten! Hát ezen átment egy repülő, orosz zászló van rajta. És ilyen fura földút. Ezzel gondolom eléggé keletre kell menni, mondjuk egy Omsk. Nézzük meg egy Omskot. Ah, még keletebbre. Jó, hát azt nem is tudtam, hogy itt még van coverage. Mondjuk nyilván valamilyen módon el kell menni magadonig. Gondolom ez a Magadani útat lefedő városok egyike. Sose láttam még ezt a környéket. Kemény. Ezt lehet, hogy valaki fogja tudni. Kíváncsi vagyok rá. Um, ez mi akar lenni? Argentinát fogok tenni. hogy Uruguay-t. Lehet, hogy Uruguay jobb. Egy picit a szemét miatt gondoltam Uruguayra hirtelen. Ah, Argentina volt. Oké. Okay. Na itt a eredményem 13 pont, volt két nagy országtévesztésem, illetve nem is, Oroszországot eltaláltam, csak a környéket nem, és volt egy kolumbiai kör, ahol csilét raktam, de alapvetően szerintem elégedett lehetek ezzel is. És az utolsó no move seedünk 10 másodperces lesz. Itt a São Paulo. Á, ah, oké, okay, beljebb. De nem voltam nagyon messze. Um, és ez mi? Jobb kormányos. Micsoda? Ó, oh, nem raktam időben. Jó, úgyse raktam volna jót, szóval nem számít. De ilyen... Ilyen borzasztó helyet még nem láttam Máltán. Érdekes volt. Gyorsabban kell, azt gondolom, hogy Egyesült Államok valahol délen. Vagy inkább Kanada, Winnipegnél, az kemény. Um, Milyen Szingapúr? Ja, Szingapúr volt, csak nem volt már nem önbeszúmolni. És az utolsó körünk. Hát ez valami Európa, valami Kelet-Európa szerintem. Románia, Ukrajna, mi mi jutott eszembe. Romániát rakok, azt szerintem jó hegy, de ehelyett ez is Kanada volt. Wow. Még volt egy szalakorlát is, ami, ami nem tudom, nekem nagyon európainak tűnt. Oké, okay, figyelj, elfogadom, elfogadom. 9453 pont. Lehetne rosszabb is. <laughs> Kezdődjön az első NPC szíd 30 másodperccel rendelkezésre. Puha. Um. Mexikó, Kolumbia. Nincs Google Auto egyáltalán. Lehet Indonézia, vagy valami ilyesmi is. Sőt, ezek a kövek lehet, hogy inkább oda visznek. Lehet, hogy átváltok ide. Aha, Bali. Hmm. Jó. Újabb jó switch. Ö... Vasút megy mellettünk, ami érdekes, mert én itt usa hogy vagy Kanadát raknék. Ettől függetlenül lehet, hogy azt rakok, mert ez az aszfalt, ez nekem nagyon ilyen USA-Kanada vibe ad. Legyen egy Alberta. Nem tudom, hogy ott van-e vonat. Kicsit félek, hogy nincs. Oké, okay, British Columbia volt. Szomszédos államban vagyok, az jó. Fehér vonalak vannak. Blur alapján talán balon megyünk. A nap, nem tudom, hogy hol van. Lehet, hogy Ausztráliát rakok, mert ezek ilyen nagyon brit kapuk. Fehér vonalakkal nekem tetszik Ausztrália. Más miatt nem tetszik, csak sem spanyol. Hát jó. Nem a legjobb. Ó, uh, a minden itt. Óriási tűz van itt. Hát ezt gondolom, hogy Brazília. Hatalmas folyó van, ami gondolom az Amazonas lehet. Hát, rakok egy Amazonas menti helyszínt. Oké. Okay. Ezek szerintem az Amazonas volt, ez a Rio Grande volt, ami szintén egy nagy folyó. Ötödik helyszínünk. Ó! Hát valami európai cucc lehet ez. Albánia jutott eszembe. Olaszország is eszembe jutott. Úgyhogy valahol vagy rakok, mondjuk a vízbe rakok, aztán hát ha lesz valami. Ez is spanyol. <háhá> Jó. Oké, okay. 8884 pont. Nem tudom, mit bonyolítottam túl ezen a spanyol körön, hogy Ausztráliát mentem, de nem probléma. Jöhet a következő, ez is 30 másodperces, és itt is kapunk egy nem hivatalos Google kamerát. Gondolom, hogy ez Jordánia lesz. Nem tudom, hogy melyik részen. Ez nagyon délinek tűnik ezekkel a vörös sziklákkal. Ide rakok Oké, okay, kicsit éjszakabbra, de a fővárostom még mindig délre. Hát az út alapján rögtön Fülöp-szigetek jutott eszembe. És semmi más nem áll rendelkezésemre, úgyhogy kénytelen vagyok Fülöp-szigeteket tenni. És fel vagyok készülve, hogy nem lesz helyes. Oké, okay, hát... <laughs> Jó. Igen. Tipikus Debre Balanced World Moment volt. Ezek az oszlopok, nem emlékszem, hogy hol vannak. Peruban, Bolíviában, vagy Mexikóban? A nap éjszakra van. Talán Perút rakok titikakató köré. Kenya? Jó, ezt lehet, hogy ezt tudnom kellett volna. Ez nem volt olyan ügyes. De ez van sajnos. Ez pedig talán egy újabb Jordánia, vagy csak simán Törökország az oszlopok eléggé Törökországra emlékeztetnek, és nagyon mediterránnak is tűnik. És tudom, hogy Törökországban vannak ilyen sárga festések időnként. Ide rakok, hogyha esetleg tényleg Jordánia vagy Izrael, akkor is közel legyek. Oké. Okay. West Bank volt. Utolsó helyszínünk pedig... Hmm. Hát, ha nem folytonos lenne a vonal, én ezt Norvégiára raknám. És az az igazság, lehet, hogy így is oda fogom rakni. Mert ez nagyon arra hasonlít. Oké, okay, tényleg Norvégia volt, lofotán adásul. Hogy talált ilyen helyszínt, hogy nem volt szaggatott a vonal? Nagyon kemény. Oké, okay. 12.000 pontot értem el úgy, hogy volt két kontinens tévesztésem, szóval szerintem ez egy tök jó szíd volt. <laughs> itt szerintem sokaknak lesz ilyen 20.000 pont fölötti eredménye. Na most már csak 20 másodperc áll rendelkezésre, és kezdünk rögtön egy elég nehéz körrel, amit én Spanyolországba teszek, mert semmi más ötletem nincs. Hát a Dél-Francia az úgy nagyjából a 40. tippem lett volna talán itt. Kemény. Tír, ez, ez gondolom Törökország, ott van ez a tír, nem? Úgy emlékszem. Nem is húzom az időt. Oké. Okay. észak macedónia volt, nem tudom, hogy mi volt ez a tír dolog. Jézusom! Micsoda helyszín ez is. A Kolumbia, Mexikó, ilyesmi. Nagyon fehér homok van. Sőt, Afrika. Itt miért van coverage? Ez nagyon durva. Jó, hát. Oké. Okay. <laughs> Na ez már Kolumbia lesz. <laughs> Kicsit késett. Előző körben kellett volna jönnie. És az ötödik helyszínünk. Gondolom, hogy ez Mexikó. Színes, egyszintes házak, pici rendszám. Baja Kalifornia jutott eszembe, azt rakok szerintem. Istenem, ez... Ez, ez Peru volt. Hogy volt ez Peru? Oké. Okay. Tízezer pontot elértem ezen a szíden, és itt is volt két kontinens tévesztésem. És három korrekt tip. Nyilván volt egy Free Columbia A másik kettő nem volt igazán jó, szóval Jó van, hát ez van a Argentina vagy USA? Nem tudom Erre van a nap? Nem derült ki Tipikus Húristen. Oh, úristen Nem tudom, Dél-Afrika. Brazília. Ez kemény. Jó, itt nagy hegyek van British Columbia. Dír. Nice. Legalább lesz pontom ebben a szítben. És akkor jöhet vissza a borzasztó dolog. Ez Guatemala? Curaçao. Jó. Az feltűnt, hogy hogy nem a tipikus Google-autó van, de nem tudtam eldönteni, hogy kura a szálaink Guatemala. És annyira zöldnek tűnt. Uh, nem tudom, Mexikó. Istenem. 5831 pont. nem a legbüszkébb pillanatom. Lássuk, hogy nektek hogy ment. Eltelt egy hét, nézzük meg, milyenek lettek az eredmények. Először is nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, aki kitöltötte a Liga szídjeit. Összesen 33-an vagytok, ami egy óriási szám. Remélem, hogy mindannyiatoknak tetszett, és hogy a következő ligákban is részt vesztek majd. Az első szídet Totter nyerte meg, ő az egyetlen, aki 20 ezer pontot ért el, és a legnagyobb tévedése ez a kolumbiai helyszín volt a harmadik körben. A, ezt a kolumbiai helyszínt nagyon kevesen találták el, Geo van közel, és igazából ő volt az egyetlen, aki, aki Kolumbiába rakott, úgyhogy gratulálunk Geo of Viszont a seedet Totter nyerte meg, és második helyezett lett Géza04, harmadik pedig Zsomsza. A második seed még mindig 30 másodperces no-move seed volt, az azaz rockman nyerte meg ezt a seedet. Ő volt az egyetlen, aki 20.000 pontot ért el ezen a szíden. Nagyon erős volt a mezőny itt a második szídben, ugyanis még a tizedik helyezett Totter is 15.000 pontot ért el, úgyhogy mindenkinek jól ment ez a seed, gratulálok mindenkinek a harmadik szídet Vince nyerte meg, 17.399 pontot ért el úgy, hogy volt egy kontinens tévesztése. Az első kolumbiai kört senki nem találta el, hárman voltak, akik 1000 pontnál többet értek el ezen az első körön, Bakony Sánchez, Duda illetve Kocka 12, ők mind a hárman Perú tippeltek, és így értek el 1000 pontot ezen a körön. Nagyon szép volt tőlük, viszont a szídet Vince nyerte meg, Kenny lett a második, és Rockoman a harmadik. A negyedik szídet, ami az utolsó No Move szíd volt, Agó nyerte meg, akinek ugyan volt egy kontinens tévesztése, azonban egy nagyon szép Dél-Brazil, a Szingapúr, és egy csodálatos kanadai régió tip elég volt ahhoz, hogy 14 pontot összeszedjen, és torony magasan mennyerje ezt a szídet. Géza 04 lett a második, Vince pedig a harmadik. Ez a szíd volt a héten a legnehezebb, a tizedik helyet már 6077 ponttal el lehetett érni, ami eléggé nagy ritkaság számba megy, amikor ilyen ligát játszunk. Az első NMPZ szídet Zsomsza nyerte meg 1673 ponttal, azonban csak 11 ponttal van tőle lemaradva a Vince. Nagyon szoros volt itt a küzdelem, pedig itt is azért volt Indonézia, volt Brazília, illetve Kanada is, tehát nagy országok jöttek sorban. És a harmadik helyzet Fondorlat is csak alig 140 ponttal van mögöttük lemaradva, úgyhogy elképesztő szoros volt a küzdelem, gratulálok mindenkinek. A második NMPZ szidet óriási meglepetésre, és nekem nagy örömömre Big Fat nyerte meg, 19.740 pontot ért el NMPZ-ben ezen a térképen, ez egy csodálatos eredmény, ő egy viszonylag új tagja a közösségnek, és nagyon gratulálok neki, torony magasan vezeti ezt a szídet. a legnagyobb tévedése itt a Lofoten szigetek volt, úgyhogy a Norvégia sorozatomat ajánlom neki majd megnézésre, de tényleg csodálatos eredmény, és gratulálok. Második helyezett Rockman, harmadik pedig Totter volt ezen a szídem. A harmadik szidet Rockman nyerte meg, akinek ugyan volt egy kontinens tévesztése, de még így is 17.014 pontot ért el, tehát az összes többi tippje nagyon pontos volt. Peru régió típ, Kolumbia régió típ, teljesen jó volt, Észak-Macedónia meg volt neki, illetve korzikát rakott a francia körön, ami teljesen korrekt. Gyönyörű eredmény. Big Fat ebben a szídben is nagyon jó eredményt ért el, lett a második 15.430 ponttal, a harmadik helyzet pedig Petko. Az ő típjeiket is láthatjuk a képernyőn. Ennek a szídnek a sajátossága volt, hogy ezt a harmadik dél-afrikai helyszínt senki nem találta el, és összesen kettő játékos volt, aki eltalálta a kontinenst, Méghozzá Bromo és Jemen. Gratulálok nekik. Bromo Tunéziát tippelt, Jemen pedig Nigériát. Az összes többi játékos Dél-Amerikára ment, vagy pedig Európára, ha jól emlékszem. Úgyhogy tényleg egy nagyon nehéz kör volt. Nézzük meg újra. Igen, ez, ez egy lehetetlen kör. Igazából csak a fehér autó segített volna bármit, de még akkor sem biztos, hogy eszembe jut Dél-Afrika. Úgyhogy. Úgyhogy ez egy óriási találat Debrétől elképesztő. A heti liga utolsó szígyét pedig Zsomsza nyerte meg 16.727 ponttal, akinek nagyon jó régió voltak Tájföldön, Brazíliában, illetve ez a Winnipeg melletti típje az egészen elképesztő, csak úgy, mint a British Columbia típje. Úgyhogy teljesen megérdemelt győzelem volt. Annex lett a második, és Géza 04 lett a harmadik. Ebben a szídben volt egy kuraszaókör, ami nagy fejfejást okozott sokaknak. Agó volt az egyetlen, aki eltalálta, és ő 20 kilométeren belül tippelt. És Petko, illetve Big Fat van még viszonylag közel. Az emberek többsége Guatemala tippelt, ha jól láttam. Úgyhogy ez a három tipp volt 3000 pont felett. Gratulálok mindenkinek a jó tippekhez. Nézzük meg, hogy mi lett a heti liga végeredménye. Ezt a heti ligát Géza 04 nyerte meg, aki 119.901 pontot ért el. Mindenkinek lehet egy tipje, hogy ki van e mögött a profil mögött, de én nem fogom elárulni az én tippemet. Csodálatos, stabil eredményt mutatott mindegyik szíden, és ő volt az egyetlen, akinek ilyen nagyon szép, sötét, zöld, világos, zöld közti átmenetű volt az összes szídje. Ezzel a konzisztens teljesítményével tudtam megnyerni ezt a heti ligát. Második helyezett lett Jomsa 115.460 ponttal, harmadik helyezett pedig Vince, aki alig 200 ponttal van mögötte lemaradva, úgyhogy nem csak az ötödik szídben voltak ilyen szorosan egymás mögött, hanem az összesítésben is. Negyedik helyezett lett Zoli az azaz Rockman, Kenny, Totter, Agó, Mézes Fondorlat és Jómagam a top 10. Gratulálok Gézának, hogy megnyerte a harmadik heti ligát, ha te is szeretnél szerepelni egy összesítésben, akkor lépj fel a Discord szerveremre, és töltsd ki a következő heti ligának a szídjeit, a linket megtalálod a leírásban. Találkozunk a jövő héten a negyedik heti liga videóban, addig is jó játékot nektek, sziasztok!